Hírstúdiónkban már itt van a Marista Általános Iskola igazgatója, akivel most a digitális oktatásról fogunk beszélni. Mai vendégünk Dánielné Kacsó Andrea, a Szent Pál Marista Általános Iskola intézményvezetője. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be, elsők között szerepelt a digitális oktatásnak az elindítása. Hogyan valósult meg az intézményükben? Továbbra is, ahogy eddig, mi, mint Marista Szellemiségű Iskola, az egyszerűség, az alázatosság, a szerénység, a családi szellem és a jelenlét jegyében valósítottuk meg a távoktatást is. Üdvözöltük nagyon a kormány ezen döntését, hisz gyermekeink nyári időszakban is, ha kiesnek az oktatás, nevelés mindennapos rendszeréből, akkor egy picit nehezebb visszazökkenteni őket szeptemberben és ezt tovább folytatni. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy nem szakadt meg, és reméljük, hogy év végéig tudjuk folytatni, tehát júniusig tudjuk folytatni távoktatás keretében akár a gyermekek folyamatos nevelését, oktatását, mert nevelést is végzünk így is. Nekünk egy picit amiatt, hogy kicsit korlátozottabb az eszköz hozzáférés a családoknál, és nagyon differenciált az, hogy hogyan tudnak a tananyagokhoz hozzáférni. Már első napon, 16-án összeült a nevelőtestületünk, és amellett döntöttünk, hogy azt a módot használjuk, amit már a gyerekek és a szülők is ismernek, a Facebookon való elérhetőséget. Így számukra sem nehezítettük meg azt, hogy egyáltalán hozzájussanak a tananyaghoz, illetve már volt minden osztálynak szinte Facebook csoportja a szülőkkel a kapcsolattartás miatt. Bekapcsolódtak ide a gyerekek is, és így tudjuk osztályonként, nyilván az osztályfőnökre és a szaktanárokra nagy feladat hárul eljuttatni minden nap azokat a feladatokat, azokat a tananyagtartalmakat, amikkel a gyerekeknek dolgozniuk kell, szülői segítséggel. Öröm volt számunkra, és azóta is kimondottan büszkék vagyunk rá, hogy szüleink egyik napról a másikra vették azt az akadályt, hogy mint pedagógusok is kell egy picit a gyermekük mellé állniuk, és megtanítani azokat a dolgokat, vagy segíteni a gyerekeiket olyan dolgokban, amikben egyedül nehezebben boldogulnának. Felsőseink önállóan veszik az akadályt, nyilván egy kis segítség, egy kis figyelem nagyon fontos, és a szülők ott is vannak, és figyelik, hogy leadják-e a tananyagokat, visszaadják-e a házi feladatokat, elkészítik-e azokat, és nyomon követik ezt. Az alsósaink mellett kimondottan van, aki beletornázik a gyermekével, irányítja a mozgásformákat, sok esetben ő kér segítséget, hogy hogyan segítsen, ő a gyermekének hogyan tudja megértetni vele. Úgyhogy majdnem 24 órás a pedagógusaink munkája, hisz reggel elkezdik a feladatokat közvetíteni, és délután van, aki még a munka után hazatérve segít gyermekének, és van, hogy csak este jut odáig, hogy visszatöltse azokat a feladatokat, amiket elvégeztek. Pedagógusaink használják a Redmenta, az okosdoboz, tanulássegítő, illetve videóalkalmazásokat. Nyilván adnak figyelembevételvétvel, hogy ki milyen eszközt tud használni. Mindig gondolunk azokra is, akik csak telefonnal, képileg tudják megnézni a feladatokat, de azokra is gondolunk, akiknek komolyabb elektronikai felszerelésük van, és utána tudnak nézni, videókat meg tudnak tekinteni, le tudnak tölteni bizonyos anyagokat. Mindig ezeket is közvetítjük a tanulóink számára, hogy az információszerzést megsegítsük. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy olyan családi jellegű kapcsolattartás alakult ki, ami eddig is jellemző volt ránk, de valahogy most avval, hogy a Messengeren személyesen jelzünk vissza a gyerekek munkáira, és a szülők munkájára is, hisz látjuk mindig mögötte a szülőt is, ez még közelebb hozott talán bennünket egymáshoz. Pedagógusokat, szülőket, gyerekeket. Mindig jönnek be az iskolába, ha gondjuk van. Volt olyan gyermekünk, akinek otthon nem volt számítógépe, és tovább tanulás előtt áll, és naponta bejött 10-től 11-ig a számítógépes terembe, fogta, a saját feladatait szépen elvégezte, a testvéreit kigyűjtötte, és vitte haza. Akinek nincs olyan lehetősége, hogy ne kelljen az iskolába bejönnie, mi kihelyeztünk dobozokat osztályonként, és papíron is elhelyezzük azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs hozzáférésük a házi feladatokhoz, illetve előfordul, hogy postán küldjük ki olyan tanulóknak, akik messzebb laknak, és ebédért sem járnak,
tehát nem jönnek az iskolán közelébe nyilván amiatt, mert vigyáznak, hogy nehogy elkapják a betegséget, nyilván nem teszik ki magukat is, a higiéniai szabályokat is betartják, és az egészségügyi szabályokat is, és akkor nekik postán továbbítjuk. De mondom, nagyon örülünk neki, hogy nagyon szépen érkeznek vissza a feladatok, alaposan dolgoznak, a szülők nagyon jól együttműködnek gyermekükkel is, velünk is. Ennek az oktatásformának a jövőre nézve milyen haszna lesz, hogy látja igazgatónő? Én úgy gondolom, hogy most pedagógusok felfrissítik a tudásukat. Nyilván kénytelenek alkalmazni azokat a digitális rendszereket, módszereket, illetve eszközöket, amelyek a gyermekek tanulását megsegítik. Ezeket biztos vagyok benne, hogy beépül a módszertárba, annak is, aki ezelőtt, bár nálunk minden teremben van projektor vagy digitális tábla, így általában rendszerszerű volt ez, de talán még hatékonyabban megkeressük azokat a forrásokat mi is, amelyek beépülhetnek a módszertárunkba, tehát megújulunk egy kicsit, az sose árt egy nevelőtestületnek. A szülők megtanulják azokat az információforrásokat kezelni most, amiket ezelőtt eszükbe se jutott esetleg, mert miért is? A gyermek dolga volt. A gyerekeink pedig arra szoknak rá, hogy hogyan találhatnak olyan információkat egyedül is. Mert az iskolában azért valljuk meg őszintén irányítottan folyik az információszerzés, a legtöbb esetben nyilván van differenciált, amikor egyedül dolgozik a gyermek és keres információt, de most mindenki rászorul egy picit. Úgyhogy ennek szerintem csak pozitív hozadéka lehet, de nem váltja ki a személyes kapcsolatot. Főleg a mi gyerekeinknél, én úgy gondolom, akik egyébként is a szeretettel nagyon sok mindenre képesek, és elkezdenek bízni magukban, de szerintem az nagyon fontos a személyes kapcsolat. A veszélyhelyzetben általában talán kicsit szorosabb együttműködés is szokott lenni szervezetekkel, emberekkel, személyekkel. Megvalósul ez az iskolában, és hogyha igen, hogyan? Nagyon örülünk, mert a Katolikus Pedagógiai Intézet felé jeleztük, hogy bizonyos családoknál probléma, hogy nincs olyan eszközük, amivel most a digitális oktatást, a távoktatást tudnák gördülékenyen venni. Ezért az oktatási államtitkársággal kapcsolatban, tehát fölvették ők a kapcsolatot az államtitkársággal, és ő általuk, és köszönjük ezúton is, eszközöket fogunk kapni, amelyeket a gyerekeknek kölcsönzünk, és tudják használni, és talán egy picit megsegíti őket abban, hogy a lemaradást én úgy gondolom, hogy nem maradnak le, de talán könnyebben és korszerűbben, modernebben tudnak ők is alkalmazkodni ehhez a kialakult helyzethez. Úgyhogy ez nagy segítség nekünk. Másik kapcsolatunk, amit folyamatosan fenntartottunk, és most nagyon nagy segítség szerintem a nehéz helyzetbe kerülő családoknak, szociális ösztöndíjat pályáztunk, Szent Galéert ösztöndíjat, és ez most a gyerekeknek, akik valóban most is számon tartják, hogy ők ösztöndíjasok, és úgy tanulnak, ahogy egy ösztöndíjashoz élik most is ebben a helyzetben, ők nekik nagyon nagy segítség. Az útravalót is folytatják pedagógusaink távoktatás formájában, és az útravaló támogatást, illetve érseki ösztöndíjasaink is vannak, és nekik is pont pénteken lesz, hogy adjuk át a következő ösztöndíj támogatásukat. És ez most nagy segítség. Igazgatónő, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk. Én is nagyon szépen köszönöm, és még azt tenném hozzá, hogy mindenkinek van egy segítő angyala, és ez a szeretet. És ez segítsen bennünket. Köszönöm szépen.